Sziasztok gyerekek, hát meg azok, akik nem gyerekek, és esetleg ezt nézik, de legfőképpen szia András, szia Anna, remélem pizsamában vagytok, ágyban vagytok, vagy a tévé előtt, és természetesen mostatok már kezet, meg mostatok már fogát, nézzétek, nekem is itt van a fogkefém, meg tudom mutatni, én, én is most sokan minden este, meg minden reggel tessék, itt van fogkefe, fogkrém, nagyon fontos hogy még vasárnap hétfőket, azt hiszem még hármat kell aludni, és végre hazamehetek én is. Hűrjétek annak, hogy anya meg apa ott van veletek, legalább anya vagy apa, mert együtt vagytok, nagyon vigyázzatok magatokra, mostatok sűrűn kezet, és kerüljétek a többi embert, bár most ezt elég furcsa, furcsa mondani, maradjatok otthon, amennyit csak lehet. Ma egy nagyon érdekes mesét mondott, még mindig ebből a könyvből dolgozunk, 77 magyar így és Gyula 77 mese van benne, úgyhogy ez egész jó kitárt, hogyha minden este elolvastok egyet. Én pedig más este nektek a becsületes tolvaj Márciról olvasok. Na kezdjük. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt de ráadásul olyan ügyes, okos, világra való is volt, hogy elterjedt róla a hír az egész országban, hogy ő mindent, de mindent meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen természetű volt, bántotta, hogy Márci híre elhomályosítja az övét. Magához hívatta a fiút, és azt mondta neki, azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta. Hallom, milyen híres vagy te, híres Márci, Hát, ha te olyan minden tudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemésztelek. Ha mindent tudsz, lopni is tudsz, mi? Felséges királyon felelte a becsületes Marci, lopni még soha életemben nem loptam, de azt nem is akarok. Felejtlen neki -e erre diadalmasan a király. No, ha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged, Szállt nekem a mezőn tizenkét béresem. Vagy ellopott tőlük a mezőről a tizenkétekét a tizenkét pár ökörrel, vagy majd én tudok valamit, azt, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt én is úgy loptam. Ej, megbusulta magát Márci, de már nem volt mit tenni. Hazament, és elmondta az anyjának, hogyan járt a királyjal. Ej, most csavárt fel az eszedet, kedves fiam, mondta az anyja. Gondolkozott erősen Marci, aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki tizenkét tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlóst. Mi neked, édes kérdezte az anyja. De csak megszerezte neki. Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király ekése. Ott Márci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát. Ne a tyúk a csirkéivel, fogjátok meg szerencsét hoz! A béresek azon nyomban adhatták az ekét, neki mind a csirkék után. A csirkék ilyetükben beszaladtak az erdőbe, a béresek a nyomukban. Addig Márci szépen fogta az ökröket, és elhajtotta az ekékkel együtt. Házaterelte Márci az ökröket az ekékkel, mert abban is meg voltak egyezve a királyjal, hogy amit elszerez tőle, az nyomban az övé. Csak az anyját küldte fel a királyhoz, hogy ne várja az ökreit haza. Másnap hivatja megint a király Márcit. Nagyon mérgesen fogadta. Hallom, sikerült ellopnod az ökreket, meg az ekéket. Sikerült, felelte Marci szerényen. Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el holnap reggelig, tud meg karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tied az országom, mert azt én is úgy loptam. Megpróbálom, felséges királyom. Elkezd megint gondolkodni, Marci, hogy tudná ő attól a sokörtől ellopni a búzát a csűrből. A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, és jó lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott márcira, nehogy ki fogja rájuk? Ha oda megy, csak essenek neki is üssék, ahol érik. Meghallotta ezt a parancsot márci is, rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalma embert, rátette a kalapját, szépen óvatosan éppen a csűr elé állította. Aztán tüszentette nagyot. Sietnek, jönnek ki az őrök, látják a felöltöztetett szalmembert, látják Marci kalapját, hajrá neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit, a búzgalom még jobban feltüzelte őket. Megeskudtak volna, hogy Marci jön lopni a búzát. Csihi, puhi, csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Úgy látták a baját, hogy pora nyoma se maradt. És mentek azon pityókosan, tódultak mind jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marcia búzát a csürbő, agyonverték. A király nagyon boldog volt, leültette, setette, itatta őket. Az alatt pedig Márci szépen minden lopta a búzát. És küldte az anyját a királyhoz az üzenettel. Megálltá a próbát. A király kékült, zöldült mérgében futott a csűrbe, de bizony Márci nem hagyott egy szem búzát sem. Megint hívatta Márcit. Most volt csak igazán dühös? Na, elloptad a búzát, Márci? Elfelséges királyom, rendben van. De most követelem csak az igazit. Lopd el a száz kocsisom őrizte arányszőrű lovamat. Ha nem, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tiéd a korona, mert én is úgy loptam. Töpren gondolkozik Marci. De csak kifőzött megint valamit. Egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este odament az istálóhoz, és bezörgetett az istáló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a királyi lelkükre kötötte a vigyázást. Amikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Leültették a jászol mellé, és Márci addig ügyeskedett, míg nem rávette őket, hogy igyenek a pálinkájából. Ittak, kihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgy is bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a lókötelét, egy másik meg a ló farkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. De annak, aki a lófarkát fogta, annak a kezébe Marci egy fő kendert adott. Azt pedig, aki a lóra volt ültetve, azt fogta szépen Marci, és ráültette a lovak jászlára. És amelyik a ló kötelét fogta, annak a kezébe adta a kötelet, de a lovat eloldotta róla, szépen kivezette az ista hazavitte. Másnap megy a király nagy biztonságosan az ista Rettenetesen mérges lett. Rákiáltott az emberekre, hát úgy vigyáztok a hogy Marci elvihette. Azok még mindig italosak voltak, azt mondja az egyik, hessze fogom a fárkát. A másik, hessze rájtta ülök. A harmadik, hessze fogom a kötelit. A király jól itt őket. Elhatározta, hogy most már ő fog vigyázni valamennyi miára, de Marcit elpusztítja, hát gél is. Töprengeni kezdett, hogyan is fogjon királyt, hopp, megvan. Hívatta rögtön Marci is megparancsolta neki, hogy ha másnap délben nem lopja el előle az ebédjét, karóba kerül a feje. De ha megállod a próbát, tiéd a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam. Erre Marci is gondolkozni kezdett. Másnap délben a király az asztalnál ül, és várja az ebédjét. A szakácsnél már ki is tálalt, a stálcára tette, készült bevinni. De hirtelen beszaladt, mert a konyháblakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából befestette, és a végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte, a konyháblak alatt meg egy lyukat vágott, és azon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné. Ezért szaladt be a királyhoz, hogy itt van Marci, bedugta a kezét. Kifut a konyhába a királyné, és elkezdik húzni a kezet. Húzzák, húzzák, még a kötél el nem szakad, és mindnyáján hanyat nem estek. Mire föltápászkodtak és körülnéztek, Márci ellopta az ebédet. Aztán anyjával együtt meg is ette. A király sem tudta, mit csináljon mérgében. Most már igazán végez vele. Másnap megint hívatta Márci, és megparancsolta neki, hogy reggel lopja el a feleség árán gyűrűjét az újjáról. Ha megállod a próbát, tiéd a lányom. Ezt ugyan nem loptam, csak nálam emberhez akartam feleségül adni. Ezért is volt eddig mind a próba. Márci este felé oda lopóckodott a király szobájához. Most aztán összeszedte igazán az eszét. Egyszerre csak hálja, hogy a király ezt mondja a királynénak. Én most állvás előtt még kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor már ad ide gyorsan a gyűrűt, mert én állam jobb helyen lesz. Kimegy a király, alaposan körülnéz, hogy nincs el közelben Marci. Addig egy ájtó nyílással Marci bent termett a szobában. Elváltoztatott hangon azt mondja a királynének. Szívem, ad ide gyorsan azt a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet. A királyné átadta a gyűrűt esetétben. Marci meghúzódott az ajtóban, és amikor a király kinyitotta az ajtó, s bejött, Marci szépen kisurrant. Fekszik vissza az ágyba a király, és mondja a királynének, szívem, ide a gyűrűt. Hogy adjam, mondja ingerülten a királyné, amikor már odattam, az előbb kérted el, én meg a húztam az újjadra. A király olyan mérges lett, hogy majd széthasadt mérgében. De most már nem szólt. Akkor sem, amikor nem Márci édesanyja, hanem maga Márci ment fel a palotába a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért, az országért. Megülték a lakodalmat, volt minden, mi kellett, mire csak tellett, vendégeknek tállé, zenészeknek kávé. Na, ennyi volt a mai mese. Remélem, tetszett és tanultatok belőle. Legyetek ti is eszesek és okosak, olyanok, mint Márci, most már azért feküdjetek le, és szundítsatok egy jót reggelig, mert holnap kezdődik, aztán megint a suli, meg a zóvi, meg a minden otthonról. Sziasztok!